Halak, május, második fele, pozitívum, negatívum és egy tanács. Hát rögtön egy pozitívummal kezdünk. A Jupiter, a nagy szerencsének a bolygója, csillagjegyet fog váltani május 16-án, belép a bikákba. A halacskáknak ez hármas házat jelent, a hármas ház egy évig. Szerencse a tanulásban, az utazásban, a kommunikációban például. Nos, pozitívum. Pozitívumot nézünk a tanulásban, például ez a kártya, maga a tanulás lehet. Tanulni, továbbképzésre menni, de egyébként ez a kártya, ez a munka, maga a munka. Valaki talál egy megfelelő munkát, egy munkahelyet. A munkánkért megkapjuk a pénzt, az biztos, viszont ez a kártya azt üzeni, hogy itt minket megbecsülnek. Értékelik a munkánkat. Lehet valaki kifizeti nekünk az utazást például. Ilyen is lehet. De kellemes híreket kaphatunk. Valamilyen kellemes hír. Ez lehet kapcsolatos akár munkával, új állással. Megyünk tovább, és megint pénz. Jön az anyagi támogatás. Jön a szponzorálás. Mi is adhatunk egyébként pénzt, mi is segíthetünk, aki jön ez a kártya, de ha segítünk, akkor van miből. És megint érmék. Mennyire érmés ez a kirakás? Érmék. Ez földenergia. Megint hármas, megint a tanulás, megint a kifizetés, megint a munka. Ez inkább kreatív munka például, a hármas az érmék, kreatív munkát mutat. Úgyhogy tényleg érdemes tovább tanulni menni például. Tízes kartok, valami véglegesen lezárul. Lezárunk, inkább ezt mondanám. Ez egy végleges lezárás, és nagyon jó, hogy ez a kártya a pozitívumra jött ki, mert maga ez a kártya nehéz. Nehéz kártya. Valamitől megszabadulunk, valamilyen tehertől, valamitől, vagy valakitől. Amikor kijön ez a kártya, kijön ez a végleges lezárás, akkor már visszaút nincs. Megszabadulni valamilyen toxikustól. És megint kardok. Kardok, levegő, energia. Ez viszont maga a félelem, maga a depresszió, maga a korlátozás. Például megszabadulni ezektől a negatívumoktól. Hiszen pozitívumot nézünk. Csak pozitív. Jó, tehát itt megszabadulunk valamilyen rossztól, valami rossztól, vagy valakiktől. Ez lehet egy toxikus párkapcsolat is, egy nagyon rossz munkahely is, depresszió, tehát bármi, valami rossztól, és jönnek a pénzek. Jönnek a jó munkahelyek. Ha valaki keres új munkahelyet, akkor meg fogja találni. Kettő darab kártyánk van. Az egész kártyapakliban is kimondottan kettő darab munkakártya van. Ha munkáról beszélünk, és mind a kettő kártya, az itt van. És jön a kifizetés, tehát megkapjuk a pénzünket a munkáért. Lehet tanulni, lehet vizsgázni, továbbképzés is lehet. Új diplomát szerezni, belevágni valamibe. Na, negatívum. Mi az, amire oda kell figyelni? Jöhetnek az akadályok, több akadály. Meg kell küzdeni valakikkel, valamivel. Tehát itt jönnek az akadályok. Ki kell állni magunkért, meg kell védeni magunkat, a területünket, az álláspontunkat. Fejfájással jár ez. Megyünk tovább. A mágus, soknak kijött ez a mágus egyébként. Itt lehet valami a háttérben.
Az a tanács, hogyha még nem terveztük meg pontosan azt a bizonyos dolgot, amit el akarunk kezdeni, akkor itt még nem érdemes kezdeni. Tehát a mágus azt üzeni, ha megvan a terved, ha már nagyon-nagyon biztos vagy benne, akkor kezd el. Úgy is érezhetjük, hogy ó, mintha mágikus erővel folyamatosan jönnének az akadályok. Hogy szokták mondani, mintha megátkoztak volna. Mintha megbabonáztak volna. Mi van itt? Nagy árkánum, a szerelmesek, a partnerséggel vigyázni kell, a partnerekkel. Itt lehet valamilyen akadály. Lehet, hogy jön egy új szerelem, és egyszerűen meg kell védeni őt. Ki kell állni, értem. Lehet a családtagunknak ő nem tetszik. Lehet valamilyen nehézség az üzleti partnerünkkel. Olyan is lehet. És választás. Egyébként ez a kártya, ez mutat választás. Nehéz meghozni a döntést. Ünnep. Valaki meg akarja akadályozni az ünnepet, a boldogságunkat. És a mágus alatt van. Valaki tevékenykedik a háttérben. Na most, ki lehet az a személy? Például egy ilyen hölgy. Lehet ő vagy vízöntő, vagy ikrek, vagy mérleg. Ez egy ilyen rideg nőszemély, egy ilyen igazi jégcsap, egy ilyen okoskodó, mint egy anyós típus, azt is szokták mondani. Beleavatkozik, nagyon szeret beleavatkozni a mások dolgába, nagyon. Lehet valakinek plusz információ, hogy ez a női személy beleavatkozik a párkapcsolatba. De akár lehet anyós is, persze, hogyne. Jó. Tehát ezzel a hölgyen nem lehet kompromisszumot kötni, vele nem lehet megegyezni. Tehát ő ilyen. Még egyet húzunk, még egyet, 9-es. Van a háttérben egy titok. Van valami a háttérben, amiről még nem tudunk. De valami kitudódik. Valamit megtudunk. Jó, erre oda kell figyelni. Az egészségre is érdemes odafigyelni, mert például ez a hölgy, ez lehet orvos. Orvos. És ez mutathat valamit az egészségünkkel, ami kapcsolatos. Tehát egészségügyi vizsgálatokat mutathat ez a kártya. És itt most negatívumot nézünk, itt valami kitudódhat, valamilyen negatívum. Ilyen is lehet. Jó? Tehát valami van a háttérben, erre oda kell figyelni. Ha így nézem még plusz a dolgokat, megint csak visszatérnék a partnerséghez. Szerelmi partner vagy üzleti partner, van a háttérben egy titok, és egyébként ez a kártya, maga a szerelmesek, harmadik szemét is szoktak mutatni. Szokott mutatni ez a kártya. Harmadik szemét, jó? Tehát van valaki, még a háttérben, és mellette van még egy hármas. A kelyhek hármas, ez érzelmek. Ez a kártya is szokott ilyesmit mutatni, hogy ne? Hogy hárman vannak a párkapcsolatban. Jó? És ez egymás mellett van. Ez plusz információ a valakinek. Jó, de a háttérben van valami, és valaki meg akarja akadályozni a boldogságot. Plusz információt kérünk szépen. 9-es, ugyanaz a kártya, itt van a negatívumon. Botok, tűz, energia, olyaj, küzdés, küzdelem. Kétszer kijön. Azt üzenik a kártyák, hogy figyeljetek ránk. Ébernek kell lenni. Akár fedezékbe is lehet húzódni ilyenkor, akár fedezékbe is, mint például ez a kártya és a remete, ez azt üzeni, hogy el akarok menekülni, egyedül akarok lenni, vagy kell lennem. Jó, tehát ez a menedék,
Vagy érdemes visszahúzódni itt. Ilyen is lehet. És egyébként ez a kártya azt üzeni, hogy nem szabad engedni, hogy a csábítás beszippantjon minket. Tehát kísértésbe esni nem szabad, jó? Főleg itt van ez a harmadik személy, itt is harmadik személy, itt jöhet a kísértés. És még egy tanács, hogy nem szabad visszaesni az előző hibába. De ez egy jó tanács most ide. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!